stúdióban tehát Schmidt Mária, a Terrorház a főigazgatója. Kezdi csókolom. Jó estét kívánok. Folytassuk ott, ahol Rétvári államtitkár úr és Anett abba hagyta. A napokban döntött ugye az Alkotmánybíróság, hogy folytatódhat a Biszku Béla ellen indított eljárás. Ugye Biszku Béla egy televíziós interjúban tagadta a kommunizmus rémtetteit. Nem a sajátom a hasonlat, de többen azt mondják, hogy Biszku Bélát emiatt elítélni, az körülbelül olyan lesz, mint amikor Al Capone-t Amerikában adócsalás miatt sikerült csak börtönbe juttatni. Ez nem döbbenetes ön szerint? Hát nagyon jó a hasonlat, mert nyilvánvalóan nekünk nem az a legnagyobb problémánk Biszku Bélával, hogy 90 éves korában neki mi a véleménye arról, amit tett, vagy hogy viszonyul az 1956-os forradalomhoz és szabadságharchoz, hanem nekünk az a problémánk vele, hogy az ezt követő megtorlásokban ő neki egy igen jelentős, sőt kiemelkedő szerepe van, és hogy ő a legbrutálisabb számonkéréseket szorgalmazta kivégzésekért, felel, és azért felel, hogy sok honfitársunknak elvették az életét azért, mert részt vett ezekben a küzdelmekben. Tehát egyáltalán nem az a mi problémánk Biszku Bélával, hogy ő neki most éppen mi a véleménye mindenről, hanem a cselekedeteivel lenne problémánk, és jó lenne, hogyha lehetővé válna az, hogy ezekért a cselekedetekért álljon bíróság elé. Ennek alapján akkor még döbbenetesebb, hogy ilyen hosszú ideig állt ez az ügy is, ami tulajdonképpen csak egy kísérő momentuma lehet annak, ami miatt valóban el kellene számoltatni Biszku Bélát. Hát ez az a fajta bizonytalanság, ami még mindig tapasztalható abban a tekintetben, hogy hogyan is kell és hogyan is helyes a kommunista időszak alatt elkövetett főbenjáró bűnökkel szemben fellépnünk. És az a fajta egyértelmű megvetés, az a fajta egyértelmű elutasítás, ami ma már néhány elvetemülten kívül a holokausztban elkövetett szörnyűségekkel, illetve az áldozatokkal való bánásmódban mindenki számára természetes. Sajnos ez a fajta viszonyulás azokkal az emberiség ellenes bűncselekményekkel, amelyeket a kommunizmus időszakában követtek el, még nem ilyen magától értetődő a magyar lakosság számára se, és hát főleg azért, mert a mi összes kísérletünket végül is Nyugat-Európa és a nagyvilágnak a véleményformálói és a döntéshozói is inkább akadályozták, mint elősegítették. Ön tagja a kommunista nyugdíjkiegészítéseket felülvizsgáló bizottságnak. A Magyar Távirati Iroda úgy tudja, hogy Biszku Béla is azon kevés érintettek között van, akinek a bizottság megvonta a nyugdíjkiegészítését. Ezt meg tudja erősíteni? Igen, hát tulajdonképpen nem szabad a neveket nyilvánosságra hoznunk, mert ezek személyiségi jogokat érintenek, de hát miután a távirati iroda már ezt nyilvánosságra... Miért csak Biszku Bélának vannak személyiségi jogai, és mondjuk azoknak, akik ellenő eljárt a 50-es, 60-as, 70-es években, azoknak nincs, sosincs? Hát azért, mert azok akkor még nem voltunk egy demokratikus jogállam, és most pedig épp az különböztet meg bennünket tőlük többek között, hogy mi méltányosak vagyunk még az olyanokkal szemben is, akiknek az egész tevékenysége arra irányult, hogy Magyarország ne legyen szabad, független és demokratikus. Hány régi kommunista nyugdíjügyét vizsgálták, és közülük hánynak sikerült megvonni a kiegészítését? Nézze, az a több mint 1000 név, ami felmerült, annak nagy része már nem került vizsgálat alá, hiszen időközben elhaláloztak. Nagyon sok esetben ezek a nyugdíjkiegészítések egyáltalán nem azokra vonatkoznak, akiknek ezt megítélték, hanem az élettársukra, illetve a házastársukra. Minden egyes esetben megnéztük azt az indokot, amit a nagyon szűkszavú indoklás tartalmazott. Hozzátartozik ehhez, hogy a nyugdíj az egy befizetéseket és szolgálati időt tükröző olyan jogviszony, amelyet annak alapján állapítanak meg mindenki
esetében, hogy mennyit dolgozott, és milyen volt a jövedelme, és ennek milyen százalékát fizette be. Most itt ebben az esetben kiegészítésekről vannak van. Szó. De ezek... tegyük hozzá, hogy azok, akik abban a rendszerben haszonélvezői voltak házastársként, most haszonélvezői ennek a kiegészítésnek. Így van. Tehát ezek olyan kiegészítések, amik egyértelműen nem munkáért és járulékért járnak, hanem politikai jutalomként kapták az érintettek, ami önmagában példátlan. És élethossziglanra, sőt a házastársuk esetében még az ő életük után is folyósítandó ez a kiegészítés, amit mondom, tehát politikai okokból kapták. Nagyon sok esetben olyanok, akik egyébként is elég magas nyugdíjat élveznek, hiszen vezető beosztásuk volt és magas jövedelmük, ami azért nem minden magyar állampolgár esetében volt így. Tehát mi megnéztük azt, hogy milyen indokok alapján kapták ezeket, ezt a jogszabállyal összevetettük, és minden olyan esetben, ahol olyan cselekedetekért kapták ezeket, mint az 56-os megtorlásban való részvétel, vagy a kommunista diktatúra kiépítése. Nyilván, ahogy egy újabb és újabb adatokat kapunk, ezeket tovább fogjuk folytatni a jogszabályoknak megfelelően. De én azt gondolom, hogy nagyon is el vagyunk ezzel késve, és szeretném hangsúlyozni, hogy az első kormány meghozta ezt az intézkedést, de a 94 és 98 közötti SZDSZ-MSZP koalíció első dolga volt, hogy ezt visszaállította, és Göncz Árpád, aki mindig azzal kérkedett, ugye, hogy ő milyen üldözött volt a kommunista rendszerben, ezeket a járulékokat minden további vizsgálat nélkül, anélkül, hogy egyénekre lebontva ezt megnézte volna, egyszerűen sommásan visszaadta. Tehát azért azt jelentette ez a számunkra, hogy ezt a munkát nekünk utólag el kellett végeznünk minden egyes esetben. Igazgató asszony, beszéljünk egy kicsit a máról is. A héten döntött úgy a parlament, hogy a Recski, az Auschwitz-Birkenaui emlékhely, valamint a Terrorháza Múzeum iskolai látogatási helyszín lesz. A Jobbik az nemmel szavazott a holokauszt emlékhellyel kapcsolatban, a Gyurcsány párt pedig tartózkodott a Terrorháza ügyében. Ennek milyen üzenete van? Hát a szélsőségesek azok nem tudják elfogadni azt, hogy az oktatásban igencsak fontos az, hogy ezekről a szabadsághiányos időszakokról megemlékezünk. Akkor tudjuk a szabadságot, a függetlenséget és a demokráciát igazán értékelni, és főleg azok a diákoknak a számára ez akkor válik kézzelfoghatóvá, hiszen ők már ezt természetesnek veszik. Hál' Isten, ők már nem éltek meg olyan időszakokat, amelyeket ezekben az emlékhelyekben mutatunk be nekik. Tehát az ő számukra az a fontos, hogy megtanítsuk, megmutassuk nekik, hogy ez nem természetes, hogy a szabadságért mindig harcolni kell, hogy a függetlenségünk megőrzése az ma is ugyanolyan fontos feladat. Én azt gondolom és örülök ennek a döntésnek, hogy a diákok ezekkel a tapasztalatokkal felvértezve jobban fognak tudni eligazodni a politikai szólamok között, és jobban fogják tudni értékelni azt, hogy milyen jó dolog szabad és demokratikus országban élni. Igazgató asszony, hogy egy klasszikust idézzünk, mondjuk egy Judit nevű tanárnő kezén fogja a kisiskolását, akinek mondjuk már azért az elméje az nagyobb tereket tud belátni, és elviszi a terrorházába. Ugye ott van a tettesek fala, ahol több személy alatt mondjuk az elhalálozás dátuma még nem szerepel. És hogyha felteszi ez a kisiskolás, hogy de mi van azzal az emberrel, aki a kommunista rendszert, aki a náci ideológiákat éltette, de a mai napig él, vele mi van? Nekik egy ilyen kis diák számára mi a helyes válasz? Hát az, hogy megszégyenülnek, és igencsak megszégyenülnek azzal, hogy kitettük oda az arcképüket. Nagyon nehéz is ezt elviselni nekik is, meg a családjuknak is. Nem tudtuk sajnos. Tehát jogilag az akkori alkotmánybíróság Sólyom László elnökkel az élén nem engedett utat a történelmi igazságtételnek, de legalább a megszégyenülés osztályrészű jutott nekik azzal, hogy itt van az arcuk a tettesek falán. Ez is nagyon nagy szégyen a számukra. Alig maradt pár másodpercünk. A Simon Wiesenthal központ ugye náci kutatásokat, illetve a náci rémtettek felkutatására szerveződött, és eredményesen végzi a munkáját, hiszen itt Magyarországon is fél évente hallunk új nevekről. Biszku Bélát leszámítva, a kommunizmust működtető, a kommunista rémuralomban résztvevő személyek nevét valahogy nem halljuk. Kommunista bűnösök kutatására nincsen lehetőség? Dehogy nem, hogy ne lenne, és szerintem ez is el fog következni, de
higgy el nekem, hogy a náci bűnösöknek a felkutatása és megbüntetése is 20-30 évvel az események után kapott igazi lendületet. Tehát mostanában vagyunk mi is abban a periódusban, hogy ez a dolog újra lendületet fog kapni, hiszen nem véletlenül áll Biszku Béla most ilyen eljárás alatt, amire az elmúlt két évtizedben nem került sor sajnos. Igazgató asszony, bízunk benne, hogy valóban ezek a dolgok fel fognak pörögni. Köszönjük szépen, hogy én itt volt nálunk. Köszönöm.